25 éve város Tiszalök. A településen ebből az alkalomból ünnepi képviselőtestületi ülést tartottak, amelyen elhangzott, megszámlálhatatlan fejlesztés történt az elmúlt években a város történetében, de sok tennivaló akad még. Szó szerint konszolidálódott a helyzet, és most már amiket elterveztem 2007-8 környékén, azok szép lassan megvalósulnak. Természetesen ehhez kellett nagyon sok külső segítség. Kellett az, hogy a gazdaság az a recesszióból átforduljon a konjunktúrába, és itt a helyi adóbevételek is emelkedjenek. Azt gondolom, hogy ez már 2-3-4 év óta javuló tendenciát mutat, erre is tudunk támaszkodni. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszak és a mostani aktuális uniós forrásoknak az elérhetősége, ez egy reménysugár, és ebbe lehet kapaszkodni. Ezeket mindenképpen szerettük volna, és szeretnénk is kihasználni. A város a területi és településfejlesztési operatív programban közel 2 milliárd forintra pályázott, többek között turisztikai és energetikai projektekre, valamint a Zöld Város programban. Tiszalök pályázhat még a hiányzó infrastruktúra kiépítésére. Itt elsősorban belterületi utakat, olyan járdákat jelentünk, amelyek az emberek életminőségét javítják. Emellett viszont nagyon fontos, hogy megtartó ereje legyen egy ilyen kisvárosnak, tehát munkahelyteremtés legyen, ezért az ipari park pályázatát is beadták, reméljük, hogy nyerni fog a Zöld Város, amely a városközpont megújításáról szól, és emellett Tiszalök adottsága a turizmusban nagyon nagy, úgyhogy egy turisztikai programot is kiépítettek, amely ráépül már a korábbi programba. Az uniós pályázati lehetőségek mellett a belügyminisztérium hazai fejlesztési forrásaira is pályázhatnak a települések. Minden évben 3 fejlesztési csoportot hirdettünk meg, önkormányzati feladatellátásra szolgáló ingatlanok fejlesztésére, tömegsport, óvodai sport célú fejlesztésekre, és ami azt gondolom az országban talán a legnépszerűbb, meg a leginkább várt, ez a helyi utak felújítása fejlesztésére. Az önkormányzatok már ismerik ezeket a pályázatokat, hiszen nagy számban pályáznak, nagyon sikeresek ezek a pályázatok, és szeretik is, hiszen ezek viszonylag egyszerű pályázatok. Erre működik egy internetes felület, egy rendszer, amelyet a polgármesteri hivatalok mindig is kezelnek és jól kezelnek, és ott történik tulajdonképpen az űrlapok kitöltése. Egyszerűbb, mint az Európai Uniós pályázatok, nem igényel különösebb szaktudást maga a pályázat feltöltése, és hát alacsony az önrész is, attól függően, hogy mekkora település adóerő képessége, 5%-tól indul az önrész, a települések nagy többsége 5-15% önrészsel tud pályázni. Ezekre a pályázatokra a rendelkezésre álló keret 5 milliárd forint, a határidő június 15-e. Ezen kívül a rendkívüli támogatási pályázat keretei is megnyíltak, az önkormányzatok váratlan kiadásaik fedezésére nyújthatják be támogatási igényeiket.